Sziasztok, Ati vagyok, és ma egy nagyon érdekes kalandot fogunk megtenni Árokaljára a csapat többi tagjaival. Ezért most én nagyon kesiesek, mert 2:30 vonatunk van, és most jelenleg 2:10 van, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon forgalom, mivel most jönnek ki a gyerekek a suliból, szóval találkozunk a vonaton. Tartsatok velünk! Kinek egy kicsit, még van 2 perc, majd indul a vonat. Sikeresen megérkeztünk Árokaljára, és ameddig a kastélyhoz érünk, addig következzen egy rövid bemutató. Na jó van, kezdjük először a drága kis fotósunkkal. Hello! Névedet vagyok. 16 éves, és szeretek fotózni. És tovább, neved? És Ashley vagyok. Ashley vagyok. Ashley, 6 S-sel és 1 H-val az Instagramon. Cső, Eliza! Eliza Instagramon, töröld ki! Én már egy idős vagyok ezzel a fával, de még mindig fiatalnak érzem magam. Én mondtam, úgy Krista. Csinálna, hogy ahogy Krista ő gondolja. Krista Zoltán az Instagramon. Hát, Jolly vagyok. Most én Karabján vagyok. Alex vagyok. Gyere, mert tudok vágni. Elis vagyok. Besztercéről. Rövid bemutató. Attila vagyok, turázni akarok. Turázni akarsz? Hát most éppenséggel azt csináljuk. Á, nem számít mostnál. Ne. Na? Rövid bemutató? Rövid bemutató. Hajnalka vagyok, és örülök, hogy egy produktív napot töltetek el veletek. Nagyon. Én Emilke vagyok, és ennyi. László Miruna. Székely Antonia. Balogh Edith vagyok. Érkeztünk a kastélyhoz. Akkor... Akkor most meg fogunk menni. Akkor most. Hogyha bácsi megengedi. Meg fogunk több dolgot tudni. Van a sárkányó kígyós Betlen címe. Igen. Nem szabad sajnos ide bemenni, azért mert renovált a Bábes-Bolyai Tudományegyetem, és úgy néz ki, hogy a renoválás nem jól sikerült, azt mondták legalábbis, és éppen ezért, mert életveszélyes, nem engednek be. Na, de meg lehet közelíteni, körbe lehet, szerintem az ablakokon keresztül készítsünk fényképeket, nem? Most itt valamikor Betlen Balázs építette, az ő szülei voltak, akik a dendrológiai parkot itt létesítették, és Balázs volt az, aki mór, neobizánci stílusban építette, hiszen ő építette, természetesen ő építette ezt a szép, gyönyörű épületet. Igen, itt van a Rédei, úgy tudom, hogy emlékszem. Igen, Júlia Rédei, láttátok?
A Rédei család, hát összeházasodtak rokonsági ágból a Betlen családdal, és a Rédei családról azt kell tudni még, hogy angliai, most nem tudom pontosan, talán a 19. században, de az angliai házba beházasodott. Igen. Szarvas? Az pont az, igen, tudjátok, hogy a reformációban is az van, amikor a saját húsából megeteti a kölykeit, nem? A hattyú. Mert nem az emlúd, hanem a hattyú. Sparky Beans. Befejeztük most az érdekes látogatásunkat a Zárokai Betlen kastélynál, és nagyon sok és érdekes dolgot tanulhattunk. Az egyik érdekesség az, hogy... gyönyörű mór és neobizánci stílusban épült, és az egyedül olyan épületet épül. Másik pedig az... hogy rengeteg kandallókat rejt Betlen címerével. Betlen János és Veselényi Zsuzsanna sírja ott található, azonban a hamvai azok nem. A kastélyon a Rédei címer is fel van tüntetve. Betlen Balázs építette a kastélyt. Habesbolyai Tudományegyetemhez tartozik, és egy gyönyörű endrológiai parkot rejt, ahová főleg a magyar diákok jönnek. Ezzel itt véget ér az első vlogunk, és akkor... Találkozunk következő alkalomkor!